Ezen a pályán Csabusa. Először köszönjük. Sziasztok! Ezen a pályán Csabusa kísérletezik. Itt azt szeretné megcsinálni ezen a pályán, hogy nem tudom mi a neve ennek a pályának, hogy van nála ott alul a horgászbot kétféle, és ha odadobod arra a fenti kockára a horgot, ez most nem sikerült neki, és ott vagy a egyik oldalán annak a kockának, akkor át lehet rajta lentülni. Vagyis ilyesmi lenne, hogy így oda terepoltál, vagy valami. Vagy úgy, hogy átsételsz, vagy valami. És van egy olyan kocka Minecraftban, ami ha lerakod, és átforgatod egy másik tájra, ott a táradnál, akkor láthatatlanná változik, és akkor is át tudsz rajta menni. Te szereped? Ez a grappling hook, ahogy bemutatta Csuma. Nem újdonság, már sok ilyen videó van, ami miatt elkészítettem, mert olyat nem találtam, ami úgy működne, hogy kilövöm, és miután visszahúznám, tehát még egyszer megnyom, akkor teleportálok oda, tehát mintha oda rántanám magam. Igen. Ilyet nem találtam, úgyhogy ez azért... Szóval... Vince, ne kukázz! Ragd vissza! Ragd vissza! Ebben meg ragd már vissza! Cumizott benne. Ragd vissza! Szóval... De kell a kulcs! Hagyd a kulcsot! Már megint kezded! De kell! De van. Na, jó helyen van az ott. Szóval, hogy olyan nem volt... Ez is pont... Ne! Na. Olyan nem volt, ami visszarántás, tehát amivel odarántom magam, ne... Úgyhogy ezt most megcsináltam. Na, a rendszer azt is... A rendszer azt is ellenőrzi, hogy milyen nevű horgászott van nálam. Tehát van egy grappling hook, meg egy alap, fishing rod. Tehát ezt hiába dobálom, nem történik semmi. Csak a grappling hookkal működik. Sőt, ha elváltok, tehát ha nem oda rántom magam, hanem elváltok, akkor sem ránt oda. Hogyha oda rántom magam. Így. Tehát igazából ez benne a különleges. Még azzal próbáltam feldobni, hogy még különlegesebb legyen, lehessen rajta lógni. Ez még nem jött össze. De a jövőben talán megcsinálom. Ilyen. Ennyi az egész. Nagyon gyorsan végigmegyek rajta. Filklok, ez a kettő. Ez a kettő engem a... Illetve engem? Az armor standet, mert lesz benne egy armor stand, ennek a kampójához teleportál. Ezt nem is tudom, hogy kell hívni. Ugye úgy kell rá hivatkozni, hogy unknown, tehát nem is tudom, hogy lehet ezt hívni, de mondjuk igen, a kampó. Ez érzékel, hogy van-e kampó. Ha van kampó, akkor legyárt egy láthatatlan armor standet. Hát ha ugye megszűnik a kampó, azaz visszahúzom, akkor gyullad fel ez a fákja. Első körben engem oda teleportál, már ha ez a score-om 1, ugye itt van. És utána pedig elpusztítja ezt az armor standet. Ez a score, ez első körben lenullázódik, második körben itt van, scoreboard player set, annak a játékosnak, tehát akkor állítja nekem egyre, hogyha a kezemben van ez a grappling hook nevű fishing rod, tehát itt vannak, ezt teszteli. Tehát, ha akkor
magyarul ez azt jelenti, hogyha akkor tűnik el a kampó, amikor a kezemben van a grappling hook, ergo így visszarántottam magam, és nem pedig így elváltottam. Tehát ugye most is megszűnik a grappling hook, de nincs a kezemben a horgászban. Tehát így. És... megszűnik. És akkor átad a... akkor így megszűnik. Jó. A pálya letölthető, még lehet, hogy fogom fejleszteni. Aki megcsinálhatom ezt a fejlesztést, azt nagyon köszönöm, azt küldje el, feltöltöm. Egy gondba kevesebb. Jó. És akkor... majd küld e-mailen címet, hogy köszönöm. Igen. Szóval link a leírásban, a kézikönyv óvjon. Kézikönyv óvjon.